Itt állunk a Kunigunda utcában, a Magyar Televízió székháza előtt. Elég hűvös időben vagyunk jó néhányan, akik egyszerűen elképedve állunk az ilyenfajta jogsértések előtt, ami itt az elmúlt órákban történt, amikor magyar parlamenti képviselőket taszigáltak ki a Magyar Televízió székházából, ami egy középület, és abban minden egyes országgyűlési képviselőnek joga van belépni. Itt azonban szemmel láthatólag minden jognak, minden jogállamiságnak vége. Az Orbán kormány és a diktatúra teljes mértékben nyilvánvalóvá vált, láthatóvá vált, érzékelhetővé vált, hiszen ott, ahol parlamenti képviselőket lögdösnek, bántalmaznak, tepernek le a földre, ilyen valószínűleg a putyini Oroszországban, Törökországban vagy esetleg Észak-Koreában történhet meg, de nem az Európai Unió egyik tagállamában. És itt most pontosan az történik, hogy az Európai Unió egyik tagállamában lábbal tiporják a jogállamiságot, lábbal tiporják a jogokat, a parlamenti jogokat és az embereknek a jogait. Mindehhez mindenféle bizonytalan hátterű biztonsági szolgálatok nyújtják a hátteret, ők azok, akik a parlamenti képviselőket kitaszigálják, elzavarják onnan. Azt gondolom, ez az eljárás egyszerűen tűrhetetlen, elfogadhatatlan, és föl fogjuk rá hívni az Európai Unió, az Európai Parlament figyelmét, hogy 2018 elén az Európai Unió egyik tagállamában milyen felháborító, megdöbbentő és elfogadhatatlan jogsértések történnek.